A kiállítás június 30-áig tart nyitva a Párizsi Szerb Kultúrközpont épületében. Dr. Bojan Pajtitja, a vajdasági kormányelnöke mond megnyitó beszédet. Milan Kónyovics 1898-ban született Zomborban, és itt is halt meg 1993-ban. A Prágai Képzőművészeti Akadémia elvégzése után Bécsben, Berlinben és Dresdában is nagy sikerrel állított ki. Majd 1924-től 32-ig Párizsban élt és dolgozott. Élete során 6000 művet alkotott, több mint 1000 kiállítása volt. A zombori Kónyovics Galéria 1966-ban nyílt meg. A neves expresszionista több mint 1000 művét őrzik itt.